Mielőtt folytatjuk a díjkiosztást az első kategória prózamondóival, következzen egy zenei betét méghozzá. A hatodik kategória egyik szereplője, a Párkányi Egy pohár citrom következik. Jó estét mindenkinek, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi vagyunk az Egy pohár citrom Párkányból, és amíg itt beállítják a hangosítást, már be is állították, mondom, hogy amit fogunk játszani, az egy saját szám, a címe pedig Hársfa. Fogadják sok szeretettel. A Párkányi Egy pohár citrom produkcióját látták és hallották. Most pedig a
Színpadra kérem az első kategória prózamondóit, valamint Bárdos Ágnest, a kategória zsűriének elnökét. Jöjjenek tehát az első kategória prózamondói. Várjuk őket szeretettel. A zsűri döntése alapján a kategóriában bronzsávos minősítést szerzett a Losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda tanulója Dirbák Veronika, felkészítője Anderko Andrea. A Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulója Dorák Lara Jászmin, felkészítője Vörös Mária. A kassai Márai Sándor magyar tanítási nyelvű gimnázium és alapiskola tanulója Ferencei Andrea, felkészítője Gyarmati Andrea. A rimaszombati Tompa Mihály alapiskolából Ferenc Zsolt, felkészítője Csang Katalin. A komáromi Ötvös utcai magyar tanítási nyelvű alapiskolából Horváth Liza, felkészítője Varga Rózsa. Valamint a Diós-Patonyi Móri Zsigmond alapiskolából és óvodából Pollák Zsófia, felkészítője Patócs Mária. Jöjjenek az ezüst sávosok. A komáromi Jókai Mór alapiskolából érkezett Döme István, felkészítője Varga Ilona. A Nagygéresi alapiskola tanulója Gabóda Balázs, felkészítője Pokol Csilla. A Párkányi Ady Endre alapiskolából Góra Nikoletta, felkészítője Góra Angéla. Az Almágyi alapiskolából és óvodából Illés József, felkészítője Tóth Tünde. Valamint a Tornagörgői alapiskolából János Deák Ákos, felkészítője Dobos Tünde. A zsűri külön díját a Nagygéresi alapiskola tanulója Gabóda Balázs kapja, felkészítője Pokol Csilla. A kategória első három helyezettje itt is aranysávos besorolást kapott. A harmadik helyen végzett a negyedi Pongrácz Ágoston alapiskolából Bitter Karolina, felkészítője Varga Mária. A Marcellházai Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskolából Nagyon Imród, felkészítője Lanc Ildikó. A kategória győztese pedig a Nyárasdi Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskolából Tóth Gábor István, felkészítője Magyar Gál Lívia. Köszönöm szépen a versenyzőknek, a helyükre fáradhatnak, viszont maradjon a színpadon Tóth Gábor István, a kategória győztese. Az ő produkciója következik. Fehér Klára, a titokzatos üzenet. Laci 6,5 éves. Mohón érdeklődik a világ jelenségei iránt. A család izgatottan várta az iskolába indulás nagynapját. Mindenki ellátta jó tanáccsal. Legyen szerény, udvarias, csendes, rendes, és ne nyúljon semmihez. Mamája egész úton intette. Csak akkor szólj, ha kérdeznek. Tudod? Csak az a tied, amit odaadnak neked. És így tovább, és így tovább. A terembelépés pillanatáig nem is volt semmi baj.
Az osztály küszöbén Laci álmélkodva megállt. A tábla! Hogyan lehet lefelhúzigatni a táblát? Hogy hogyan? Sehogy! A táblához nem szabad közel menni. Értetted? Igen, válaszolta Laci. Napokon át a tábláról mesélt. A nagy esemény a második héten bekövetkezett. Számtan órán a tanítónéni intett Lacinak, hogy jöjjön ki a táblához. Laci a kréta után nyúlt, de a keze félúton megállt. Két kézzel elkapta a tábla fémfogantyúját, és lehúzta. Ezután teljes erejéből felfele nyomta. Két lábbal kalimpált a levegőbe, majd visszacsúszott. Fel, hadd abba! Kiáltotta a tanítónéni. Az osztály visított, a tanítónéni örjöngött, a kedves szülőket pedig behívták az iskolába. Laci állt, lehajtott fejjel hallgatta a szidalmakat, fenyegetéseket. Na, fiam, az ilyen gyerek nem mehet a családi asztalnál. Igen, az ilyen gyerek nem kap jó éjszakát, puszit. Úgy van, az ilyen gyereket nem viszik ki a mezőgazdasági vásárba. Az utóbbi szíven találta a bűnöst. De hiszen egy héttel előbb ígértétek meg, hogy kivisztek a vásárba, ahol igazi traktorok és kombájnok láthatók. Ígérd meg, hogy ezen túl jó leszel. Micsoda? Ígéret? Semmi ígéret! Majd ezen túl megkérjük a tanítónénit, hogy írja be az ellenőrző könyvedbe, hogy mit műveltél az iskolában. Otthon is a szerint bánunk veled. 4 nap telt el szomorú csendben, békességben. A mama várja otthon a csemetét. Laci nem jön. A mama rémülten szalad az utcán. A sarkon túl már látszik az iskola. És ott, az utcán, a falnak borulva áll a kis elsős porony. Kisfiam, Lacikám, mi történt? Semmi. Tudom, te megint rossz fát tettél a tűzre. Nem igazán. Hát akkor a tanítónéni beírt a kiskönyvembe. Mit írt bele? Honnan tudjam én azt, még nem tudok olvasni. De azt mondod, hogy jó voltál. Hát, nem vagyok benne egészen biztos. Hol van az ellenőrző könyved? Nincs. Hogy nincs? Elvesztettem. Hol vesztetted el? Nem tudom. Azonnal mondd meg az igazat. Az osztályban. Hogy az osztályban? Na gyere, megkeressük. Ne keressük meg, édesanyám, ne keressük meg. De hát muszáj, nem lehet iskolás ellenőrzőkönyv nélkül. Akkor inkább ne legyek iskolás. Minden lépcsőfokon csökönyösen megállva, minden lépésnél sírva, könyörögve, de mégiscsak visszatértek az iskolába. Nézték a padokat, sehol sincs az ellenőrző. A tanári asztal ott sincs. Márpedig, édes fiam, innen addig haza nem megyünk, még meg nincs az ellenőrződ. Talán ott, a dobogóban. Hol? Itt. Laci benyúl, s vékony gyerekújjai kihúzzák a piszkos, összegyűrődött ellenőrzőt. A mama ránéz a köntölmazatos arcú csemetére, és olvasni kezdi a tanítónéni félelmetes üzenetét. Értesítem a kedves szülőket, hogy Lacit jó magatartásáért el lehet vinni a mezőgazdasági vásárba.